Tulajdonképpen ez két darabból van összeötvözve, a Stefan Zanevnek a Jeanne d'Arc második halála, és a Szerelmes búvárok című a műzikejéből, ami az első műzike a Bulgáriában, és nagyon szerettünk volna az ő alapanyagából a saját dramatizációnkat végezni. Tulajdonképpen a mondani valója az inkább a Tamásnál van, aki az úrt játsza, és ő hozza ki így a félelmeinket, a rosszaságunkat, a méltatlanságunkat, az erkölcstelenségünkről szól az egész, de egy nagyon vicces formában. Élvezzük a játékot, főleg amikor a közönség ennyire élvezi, mint a zsolcai közönség, aki nagyon-nagyon vevő volt rá a dologra, és egy nagyon jó érzés volt így játszani, mert mindig kaptuk a visszajelzéseket. A Tóth József, aki a Hohért játsza, ő inkább a komikus vonalat viszi, ahogy én meg inkább az énekes vonalat, de a kegyetlen mondatok az úrnál vannak, a Tamásnál. A dalbetétek a szerelemről szóltak, hogy mennyire lehetetlen dolog ebben a világban élni, vagy meg milyen szép ebben a világban élni, de hogy néha muszáj észrevennünk egymást, és nem elszaladnunk egymás mellett, hogy amikor a villamoson valaki mellettem áll, az vegye észre, hogy ki van mellette, milyen ez az ember. Tulajdonképpen ilyen jellegűek a dalok. A társulat 20 éves volt tavaly, októberben. Több mint 83 alkotóval dolgoztunk a két országból, Bulgáriából meg Magyarországból. 63 produkciónk volt eddig. Minden évben csinálunk egy felnőtt előadást, egy felolvasást és egy gyerek előadást. Nem csak bolgárul játszunk, hanem magyarul is, néha németül is, meg több nyelvű színészeink vannak, és próbáljuk a bolgár kultúrát terjeszteni nem csak Magyarországon, hanem Németországban, Ausztriában, mert egy európai kultúráról van szó, és Magyarországon meg keveset tudnak erről a kultúráról, annak ellenére, hogy itt élnek a bolgárok, de tulajdonképpen nekünk kell ezért valamit tennünk, és a színház az egyik eszköze ahhoz, hogy kultúrát tudjunk terjeszteni. Jellemző a színházra, hogy nagyon fuzionális darabokat hozunk össze, mindig nagyon sok mozgással, sok énekkel, autentikus népdalokkal, amiket mi gyűjtöttünk Bulgáriában, különböző tájegységekben voltunk, és akkor mindenhonnan a még meglévő dalokat és rítusokat összeszedtünk, úgyhogy több mint 80 előadásunk van egy évben, és ez nekünk egy missziunk. Először is örömmel köszöntöm a kedves Felső Zsolciakat, és szeretném elmondani, hogy ebbe az évben 15 évesek leszünk, a városunk pedig 20 éves évfordulót fogja tartani. Most mi ezzel az ajándék komédiával, amit hoztak nekünk Budapestről a Málko Teátról, ezzel indítunk el egy sorozatot ebbe az évbe. Többször szeretnénk jelentkezni, több mindent szeretnénk magunkból megmutatni a Felső Zsolcaiaknak, és ezzel kezdtük ezzel az ajándék előadással. A Málko Teátró az országos önkormányzaton belül létezik Budapesten. 20 éves évfordulóját tartották tavaly novemberben, és akkor megígérték, hogy Felső Zsolca közönségének hoznak egy ilyen egyórás, komédiás víg kikapcsolódási lehetőséget, és hát erre készültünk, nagy-nagy szeretettel vártuk őket. A színésznő Hadzsi Kosztova Gabriella nem ismeretlen a Felső Zsolcaiak számára, nagyon sokat volt Felső Zsolcán, szereti a Felső Zsolcaiakat, azért is kaptuk ezt az ajándékműsort. Meghitt jó környezetbe, szereti ezt a művelődési házat. Hál' Istennek meg tudtuk tölteni, és a televízión keresztül talán, akik nehézkesen nem tudnak eljönni, ugye nagy tél miatt, azok is egy kis ízelítőt kapnak egy ilyen komédiából, mert hát azért ennek a komédiának volt egy mélyebb tartalma,
és hát jó színészi játékok, ők bejárják a világot, Rómától Szófiáig, Bécsbe, nagyon sok felé járnak most már a világba, és hát én nagyon örülök és büszke vagyok arra, hogy Felsőzsolca kapott egy ilyen lehetőséget, és hogy minket megtiszteltek ezzel a megyei jogú városokkal, mert ezt el kell mondanom mindenféleképpen. Köszönetet szeretnék mondani a polgármesteri hivatalnak, jegyzőasszonynak, a civil szervezeteknek, a közművelődésnek, mindenkinek, aki segített ebben, hogy embereket össze tudunk toborozni. Azt hiszem, hogy jó úton járunk már ebben is, hogy együtt töltsünk el egy bizonyos órát, vagy egy kis kikapcsolódást, hogy ezzel is színesítsük Felsőzsolca életét, mert nem jó begubózni, sokkal jobb társaságba eljárni, kikapcsolódni.